ha vérzik a szíved, s a fájdalmad nagy. Csak ember légy mindig, csak ember marad. Megtartották a városnapját Tolnán. Ünnepi testületi ülés keretein belül adták át a város kitüntető díjait a Tolnai Kulturális Központban. A tavalyi rendezvényt a koronavírus járvány miatt el kellett halasztani, így a 2020-as elismeréseket is az ezévi ünnepségen adták át. A Pesszoffer Ágnes beszédében többek között elmondta, hogy a díjazottak a pandémia idején véghez vitt, vagy az azt megelőzően akár évtizedeket átölelő tevékenységükkel érdemelték ki az elismeréseket. Tavaly májusban még azt gondolhattuk, hogy rövid idő elteltével pótolni tudjuk a díjátadót. Akkor még nem sejthettük, hogy a későbbiekben az addiginál is súlyosabb nehézségek várnak ránk, amelyek szinte az élet minden területén rendkívüli erőfeszítéseket követelnek valamennyiünktől. 2020-ban ketten kapták meg a Tolna városért kitüntető díjat, posztumusz elismerésként Tomecskó Frigyes néhai fényképészmester és Ulrich Hedwig fogorvos, aki egyébként az aranydiplomáját is az idén veheti át. A segítésnek az érzése, meg az, hogy segíthetek, szóval az egy jó leső valami, mert tényleg ez a gyógyítás egy hatalom minden orvos kezében, és tényleg amikor az ember segíthet, akkor azért jó esik. Az idei évben csak a Prógurbe kitüntetést ítélték oda. A Tolna városért díj 2021. évi kitüntetettje a tolnai származású Müller Cecília, országos tiszti főorvos, aki elmondta, nagy megtiszteltetés számára, hogy szülővárosában is elismerik a munkásságát. Az élet az jobbra-balra sodor, de alapvetően meghatározó az, ahonnan indul az ember, és biztosan az utat is meghatározza, és az a környezet, az a szerető fészek, amiben én itt Tolnán voltam, az mindenképpen erőt adott, és egy olyan indítatást az életre, akár elviselni ezeket a nehézségeket is, hogy én ezért nagyon hálás vagyok, és megtisztelő, és köszönöm szépen. A díjátadó zárásaként a résztvevőket fogadáson látta vendégül Tolna város.